A hétvégén emlékeztek meg mindazon elhunyt községbeli rendőrökről, akik az 1998-99-es évek harcainak váltak áldozatául. A magyar kanizsai rendőrállomás előtt található emléktáblán felsorolt nevek rokonai, barátai jelentek meg a megemlékezésen, illetve a rendőrség munkatársai tisztelektek elhunyt kollégáik előtt. Az eseményen képviseltette magát az önkormányzat is. Minden év 16-án, tehát megemlékezünk róluk, hiszen ők életüket adták akkor feladat teljesítés közben mindannyiunkért, az egész országért, de a kanizsai népért és a kanizsai emberekért. Az emléktáblán felsorolt nevek Zorán Vrbáski, Bús Igor, Gorán Sandić, Zsejko Rauzsán és Jelenko Búnics, akik sajnos már nem tértek vissza Koszovóból. Mindenféleképpen egy olyan üzenetet szerettünk volna ma is közösen itt a családtagokkal, akik eljöttek kifelé közvetíteni, hogy ezeket az embereket nem szabad, nem is fogjuk és nem felejtsük el, ameddig legalábbis tudunk róluk emlékezni. Az 1998-99-es háború végén az albánok elől mintegy 200 ezer koszovói szerb menekült el otthonából, hogy legtöbbjük soha vissza ne térjen. A bombázások halálos áldozatai valahol 500 és 1500 között lehettek. Köztük számos vajdasági is életét vesztette, köztük az öt magyar kanizsai rendőr is.